ezt meg mi nem tudjuk. Tehát azok, akik ezekre van, a képviselőkre... Ezt se tudjuk, meg azt se tudjuk, amit ön mond. Tehát azért mondom, hogy én azt mondom, hogy derítsük ki, ön meg mást mond. Ne, én meg azt mondom, hogy itt már kiderült, tehát azokból a nyilatkozatokból, vagy akár Barroso elnök, vagy bármely biztosnak a nyilatkozatából, az derül ki számomra, és nem feltételezem, hogy hazudnának, hogy ők Magyarországért egyes törvényeken keresztül a magyarországi demokráciáért aggódnak. Stimmel, de ugye itt ebben a helyzetben nekik pontosan ez a dolguk, mert a magyar törvényalkotás bizonyos értelemben, bizonyos rendjében az európai törvényalkotással szinkronban kell, hogy történjen, erre meg vannak a mechanizmusok. Ki lehet kérni előtte az Európai Bizottság véleményét, és hogyha elkészültek a törvények azzal vagy anélkül, utólag az Európai Bizottság véleményezi azt. De az Európai Parlamentnek ez nincs köze. Az Európai Parlament... Nincs benne a folyamatban. Tehát ugye... Biztos, hogy hogyan lenne köze? Hát hogy lenne? Hát nincsen hatásköre. A magyar törvényalkotás az Európai Parlament. Nem mondhat róla véleményt, nem fogadhat el állást. Véleményt mondhat. Hát azt csinálták, ez az állásfoglalás egy véleménynyilvánítás. Hát, pontosan ez a bajom vele, hogy van egy olyan állásfoglalás, egy véleménynyilvánítás, ami a tényeket mellőzi, félretesz. Miért? Hát, na, ez... Fel vannak sorolva. Nem, egyáltalán nem. Akkor nézze meg, hogy pontosan ugye három állásfoglalás tervezet volt beadva. Igen. Az, amelyik a tényeket felsorolta pontosan kontra a véleményekkel szemben, az az állásfoglalás a konzervatív néppárti képviselőktől nem kapta meg a szavazattöbbséget. Egyébként azt a szavazattöbbséget, ami az Európai Parlamentben egyedüliként van Európában a baloldalon, még Dániában van egy ilyen kormány, nagyjából aztán sehol. Tehát arról van szó, hogy kizárólag egy politikai motiváció alapján születik egy állásfoglalás, egy ilyen vélemény alapján egy elítélő állásfoglalás Magyarország. De az, hogy itt nem sorolták volna fel, hogy az állásfoglalás és az aggodalom mire alapszik, ez tételesen nem igaz. Hát itt van előttem maga az indítvány, maga az elfogadott állásfoglalás, itt van felsorol, mindegyik, tehát itt mutatom is a nézőknek mindjárt, tehát mindegyik mondat az elején úgy kezdődik, hogy tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés, tekintettel Magyarország új alaptörvényére, tekintettel az Európa Tanács akármilyére, felsorolás, hogy mire tekintettel felhívja az Európai Bizottságot, hogy, és itt van utalás arra, hogy monitoringozza, nézze, ez 8 egész konkrétum. Én ezt elmondtam konkrétum. Ma az Európa Tanács raportőreinek. Voltak négyen nálunk, meghallgatták a kereszténydemokrata néppárt állásfoglalását ezekről a dolgokról. Akkor is elmondtuk, nem csak én, Harag Péter frakcióvezető és a többiek, azok, akik az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének általunk delegált tagjai, hogy tényeket legyenek kedvesek mondani. Tehát azt már sokszor hallottuk, hogy probléma van az alaptörvénnyel. Hogy probléma van ezzel, hogy probléma van azzal. Tényeket majd a Monitoring Bizottság fog mondani. Nem. Hogyha ők valamilyen kérdést föltesznek, akkor mondják meg pontosan, hogy mi a kifogások, és mire válaszoljak én. Tehát ugye itt a helyzet mégiscsak az, hogy ezeket a tényeket mindenki elkerüli, tények ott vannak, három helyen, ahol a kötelezettségszegési eljárások megindultak, azokra az ügyekre adott választ ma a kormány. Tények alapján, és a tények alapján hozott jogi állásfoglalások alapján lehet a dolgot rendezni. De az, hogy törvényeket felsorolunk, és erre tekintettel, meg amarra tekintettel, most akkor én mondok egy blödlit, tekintettel a magyarországi vakondok helyzetére, hát mit lehet kezdeni az ilyesmivel? Az ember csak arra gondol, hogy emögött valami olyasmi van, amire nem tudunk, ez az állásfoglalás lényege, a szocialisták most már derítsék ki, aztán tudjuk meg, hogy mit csinálnak ezek ott. Tudom, hogy egy politikusnak nagyon nehéz megállni, hogy ne összetett mondatokba válaszoljon, de hát, ha belemegy a játékba, igennel, nemmel válaszoljon. Ez a kormány szűkítette az Alkotmánybíróság jogkörét és hatáskörét? Ez a kormány az Alkotmánybíróság hatáskörét módosította, több tekintetben bővítette, és több tekintetben szűkítette. Van joga az Országos Bírói Hivatal elnökének, van joga a legfőbb ügyésznek ügyeket, folyamatban lévő bírósági ügyeket más bíróságokhoz áthelyezni? Igen vagy nem? Van. Mivel a probléma? Az igazság, a függetlenség problémakörét járjuk ezzel körbe, hogy milyen alapon döntenek majd egyes személyek arról, egyébként nagyon hosszú időre kinevezett személyek arról, hogy melyik ügyet, melyik bíróság. Ez egy régi vita tárgyalja. Itt ön azt feltételezi, hogy
a személyek egymástól nem függetlenek. Ezt feltételezi? Ön azt feltételezi, hogy a mai bírói karban, vagy a mai ügyészi karban olyan emberek dolgoznak, akik nem függetlenek. Nem én feltételezem ezt, hanem ezek az aggodalmak pont arról szólnak, hogyha csak felmerül a feltételezésnek a gyanúja, akkor azzal a törvénnyel már baj van. Soha senki nem mondta azt, hogy Polt Péter munkájával, már Európai Uniós vagy bizottsági szinten, Polt Péter munkájával itt vagy ott vagy amott nem vagyunk megelégedve. Handó Tünde nevét sem említették, mert nem erről van szó. De egy törvénybe vagy egy kinevezés gyakorlatában ez a gyanú megfogalmazódhat, hogy ő nem független, már a kinevezés se, vagy ennek a hivatalnak a létrehozása sem független az aktuális kormánytól, akkor az már baj, ha felmerül bennünk. Az igazságszolgáltatással kapcsolatban a gyanú árnyéka nem merülhet fel. Erről szólnak a kritikák. Erről szól a médiatanáccsal kapcsolatos összes kritika is. Nézze, van, akiben a gyanú fölmerül, van, akiben nem merül föl. Hogyha az igazságszolgáltatás rendszerében olyan átalakítás zajlott, amit az Európai Bizottság joggal kifogásolhat, azt egészen biztos meg kell változtatni. De ilyen ebben a pillanatban nincs. Hogyha felmerül valakiben az, hogy ez a kormány el akart közel 300 bírót távolítani a bírói testületből, és azért hozta az alkotmányba ezt a passzust, hogy nekik 62 évesen el kell menniük pillanatnyilag nyugdíjba, ha ez a gondolat csak felmerül, akkor az megint baj. És miért akart volna 300 bírát eltávolítani? Hogy mondjuk az új bírói testület új vezetője, a kormány többség által kinevezett új vezetője nevezhessen ki 300 új bírót. Biztos nem így lesz, de ha ezt a mondatot bárki megfogalmazhatja, hogy netán nem azért, akkor az már baj. Miközben már is bírósági fogalmazók ugye kerültek kinevezésre. Azelőtt, hogy az Országos Bírói Hivatal elnökét a parlament megválasztotta volna kétharmaddal. De kérdezem akkor, az miért nem merül föl soha ugyanebben a kontextusban, hogy Magyarországon van 2600 ügyész, és hogy hasonló arányban, nagyjából hasonló arányban rájuk is érvényes ez a dolog. Ez kicsit később került bele a tervezetbe, de aztán végül Nem ugye, hát ugyanarról van szó, egy nyugdíj szarról. Szóval, a demokrácia, ez szerintem ön nálam sokkal jobban tudja, egy nagyon-nagyon törékeny dolog, hogyha, és még egyszer mondom utoljára, hogyha ezeket a kérdéseket, ezeket az aggályokat valaki megfogalmazza, nem azért lett ő ennyi évre kinevezve, nem azért lett ő, akkor az már baj. És nem kell, hogy megtörténjen a baj, nem kell tetten érni a bírósági vezetőt, hogy ő a sógorának a tántiát nevezte ki, vagy politikai alapon nevezett ki, nem kell tetten érni, hanem a gondolat megfogalmazása már baj, már rombolja a demokráciát. A logikája az persze kísértetésen emlékeztet azokra a politikai vádakra, amelyek megfogalmazódnak az Európai Parlamentben, a bal oldalon és a liberális oldalon, de ez nem baj. És Barroso oldalán, aki mondjuk jobb oldali. De ez nem baj. Nem, Barroso nem mondja azt, hogy a bíróság függetlensége csorbát szenved. Hát a kötelezettségszegés eljárásban benne van a bírák nyugdíjasztatása is. Igen, de diszkriminációs alapon. Nem igazságszolgáltatás és függetlenségi alapon. Ezért vigyázzunk, ez tényszerűen így van. De nem ez ezzel a baj, mert én ezt értem. Akárkinek a demokráciájával kapcsolatban lehet minőségi, hogy mondjam, osztályozásokat tenni, és kifogásolni azt, hogy függetlenül működik az igazságszolgáltatás, vagy csak részben függetlenül, de ezek vélemények. Itt a tények, az igazságszolgáltatás működése és a rendszernek a működése bizonyítja, hogy így van-e, vagy sem. Eddig olyan bizonyíték, vagy olyan jogi kritérium, lehet, hogy később talál a Velencei Bizottság valamit, vagy az Európai Tanács, meglátjuk, de ebben a pillanatban nincs. Addig viszont kikérem magamnak, hogy ilyen váddal illessék mindenféle tény és alap nélkül. Természetesen lehet aggódni. Én is tudok megfogalmazni különféle aggodalmakat, és nem akarok országokat sorolni, igazságszolgáltatás, ami egymás demokrácia működése alapján. Csak épp azért nem teszem, mert ez a veszélyes, amit ön csinál. Tudja, milyen egyszerű ez? Ez a veszélyes, mert azonnal hírbe hozza az ottani ország demokráciáját. Tudja, milyen egyszerű ez? Ön aggódik a gyermekei egészségéért? Hát persze, hogy aggódik, mint édesapa. És ahhoz nem kell, hogy a gyerek megbetegedjen. Akkor is aggódik érte. Na ezek is abszolút
ilyen egyszerű kérdések. Aggódunk a demokráciáért, hogyha csak a gondolata felébredhet annak, hogy ő sérülhet, hogy ő beteg lehet. És ahhoz nem kell bebizonyosodnia, hogy beteg. Hát bocsánat, hát az egészség, ugye az mégiscsak egy... Hát a demokráciának is van egészsége. Az is lehet egészséges és beteg. Természettel összefüggő dolog. Hát lehet, Istenem, génhiba, sejthiba és nagyon sok egyéb katasztrofális dolog. De hát a demokrácia egy fölépített rendszer. Annak van egy struktúrája. Tehát az nem olyan, hogy majd a természet egyik pillanatban így hozza, aztán beüt a baj. A génhibán túl. Ez egy nagyon rossz példa volt. Szerintem meg nagyon jó. Elgondoltam, hogy ebbe se értünk egyet. A mai este során nem sikerült semmivel egyetérteni. A génhibán túl azért számtalan más dolog is veszélyeztetheti egy ember egészségét. A gént azt tényleg nem tudjuk kijavítani. És számtalan más módon meg is őrizhetjük az egészségünket. Úgyhogy a példám az még változatlanul él. Ugyanígy nem kell, hogy génhibás legyen a demokrácia, az már akkor rég baj, hogyha génhibás. De hogyha az egészségére nem vigyázunk, akkor megbetegszik, és az már baj. De folyamatosan aggódunk az egészségért, és ahhoz nem kell, hogy következzen egy betegség. Ennyi. Mit lehet erre mondani? Hogy legközelebb folytatjuk. Köszönöm, hogy itt volt. Örömmel, köszönöm szépen.